Hazakerült az 1915-ben épült 91001 pályaszámú, a helyiek által csak Mukinak becézett tűz nélküli kis gőzmozdony. A dombóvári fatelitőn teljesített szolgálatot évtizedeken keresztül, majd megmenekülve az enyészettől Budapestre került a Vasúttörténeti Parkba. Dombóvár a magántársaság építésében létrehozott Duna-Dráva vonalnak és az azt követő évek további fejlesztésének köszönhetően vált először vasútas településsé. Volt olyan időszak a város életében, hogy a munkaképes lakosság 45%-a dolgozott a MÁV alkalmazásában. 1998-ban, miután a fatelítő vállalat megszüntette a tevékenységét, leselejtezték, és itt a mögötte látható szenes kocsi társával együtt Budapestre került a közlekedési múzeum tulajdonába. Ott ez a Magyar Vasúttörténeti Parkba volt kiállítva, és amikor ezt megtudtuk, akkor mi ezt a mozdonyt szerettük volna, amely az aktív munkás éveit itt Dombováron töltötte, és hát a végiek is velünk voltak, illetőleg a közlekedési múzeum is, mindenki, aki ebbe a döntéshozói sorba részt tudott venni, és rábólintott, így július 20-án megérkezett Dombovára, majd ezt követően hamarosan a végső felállítási helyét foglalt el. A mozdonyt a fatelítő üzem részére készítették a Linzi Krausz mozdonygyárban. Mivel a dombóvári üzemben a szükséges tolatómozgásokat a fokozott tűzveszély miatt hagyományos gőzössel elvégezni nem lehetett, ezért ezt a tűz nélküli eszközt alkalmazták. A kazánját időnként a gyár stabil kazántelepéről töltötték fel forró vízzel, és az ebből felszabaduló gőz szolgáltatta a hajtóerőt. Én nagyon örülök, hogy a 250 éves évfordulónak sikerült egy mementót állítanunk Dombováron, hiszen mind elhangzott itt konferenciai tolmácsolásával azért 15-től 90-es évekig ez az eszköz itt dolgozott. Azt gondolom, hogy most már ne egy eszközként tekintsünk rá, hanem egy Dombovár környékének vasutasoknak egy emlék helyére, egy emlékművére, hiszen azt gondolom, hogy ennél jobbat már nem tudott volna senki alkotni, hiszen az alkotás készen volt, csak vissza kellett hozni Dombovára. Szeptember első napján ezért ezzel az értékes darabbal és még egy érdekes társával bővült a múzeum megálló a Dombovári Vasúttörténeti Gyűjtemény.